Köszöntöm a nézőket, ez itt a Sport Hétfő, a Pannon Televízió sportműsora. Mai adásunkat labdarúgással kezdjük. Egy-egyes döntetlent játszott a topolyai TSC a Lucsani Mladost vendégeként. A topolyaiak ezzel továbbra is veretlenek a Szuperligában, azonban elveszítették első helyüket a táblázaton. Mutatjuk a mérkőzés rövid összefoglalóját. A TSC táborában kemény mérkőzésre számítottak Lucsaniban, ami be is igazolódott. A csapatnak azonban időben sikerült vezetést szereznie, hiszen a 35. percben Jovanović hajszálpontos beadását Pántović fejelte a hálóba. Az első fél időben a vendégek uralták a játékot, de több találat már nem született, így minimális topolyai vezetéssel vágtak neki a csapatok a második fél időnek, amelyben a vendégeknek megvolt a lehetőségük, hogy Jovanović révén megszerezzék a második találatot is, de a hazaiak hálóőre megakadályozta ezt. A folytatásban a Mladost játékosai egyre többet veszélyeztették a TSC kapuját, főleg rögzített helyzetekből voltak veszélyesek. Az egyenlítést így is szerezték meg, amikor a mérkőzés hajrájában egy elvégzett szögletet követően Tumbászevic volt csapatának fejelt gólt, ezzel beállítva az 1-1-es végeredményt. Ušli smo dobro u meč, mislim da smo što vi kažete na vreme negde postigli gol. Odigrali to prvo poluvreme onako kako treba, čvrsto, agresivno. Imali smo neke polušanse i možda jednu, dve, da kažem, izgledne šanse. Nismo postigli taj drugi gol. Na poluvremenu smo se dogovorili da odigramo isto tako kao što smo igrali prvo poluvreme, da tražimo negde taj drugi gol, da polako privodimo utakmicu kraju. Znali smo da ako izdrže nekih 20-25 minuta Mladost Lučani, da kreću, što se kaže, grlom u jagode, da šalju maltene 8-9 igrača gore i da su najopasniji iz prekida. Eto, ne znam šta bih rekao ovako vruće glave. Mislim da treba da analiziramo i šta da kažem. Ponavlja nam se opet taj korner, ne znam, eto. Zsárko Lazetić, a TSC vezetőedzője reális volt a mérkőzést követően, és elmondta, hogy ezúttal nem jött össze a csapatnak az, ami néhány korábbi találkozón igen. Mi smo bili okej, prvo poluvreme dobri, kontrolisali potpuno igru. Sve vreme nam je falilo da nismo bili dovoljno oštri, da nismo kao da smo onako igrali, ajde više da igramo, nego da se takmičimo i da damo još golova. I to nam je falilo, na poluvremenu smo se dogovorili da pokušamo tako da nastavimo, jer znamo da u Lučanima ti ako ostaneš u 1-0, to je kao da je egal ili kao da oni vode, jer oni onda naprave haos i što su i uspeli, uđu u te druge lopte. E, tu smo imali problem, tih posljednjih 20 minuta smo razvukle su nam se linije, nismo bili kompaktni, onda su oni uzimali te lopte, spuštali nas dole, branili smo se nisko, korektno, nije tu bilo nekih šansi i primili taj gol iz prekida. Dobro, to je sad neka nama isto lekcija, sad su svi razočarani, što je normalno, ali sa druge strane ja se trudim da budem realan i imali smo i mi utakmice, mnogo utakmica kada smo i davali u zadnjim i ove dve što smo dali u 86. 87. koliko smo zaslužili tada, koliko danas, to je isto sve pitanje. Palágyi Szabolcs, a TSC vezérigazgatója a mérkőzés kulcspillanatának Stanić lecserélését látta. Tudtunk úgy játszani, hogy tényleg egy nagyon érdekes mérkőzés legyen a közönség számára is, mi pedig akár ami a futást is illeti, ami a magába a labdabiztos játékot, ez nekünk sikerült. Meg is vezettünk, megérdemelten vezettünk meg, azonban a második félidő, és úgy érzem, ahogy Stanić kiállt a játékból, vagy lecseréltük valójában, akkor kezdtem érezni egy ilyen megbomlást a csapatba. Megvoltak akkor is a helyzeteink, megvoltak az ellentámadásaink, amelyeket sajnos nem úgy vezettünk le, nem úgy fejeztünk be, ahogy kellett volna, és valójában valószínű, hogy ez a türelmetlenség, ez annak köszönhető, hogy nagyon szeretük volna megőrizni a vezetést. Kicsit kellemetlen és nem egyszerű túltenni magunkat az ilyen késő kapott gólon, de hát váránk már Európa, váránk csütörtöki mérkőzés. Az újabb bizonyítási lehetőség a topolyai csapatnak október 5-én hazai pályán lesz az Olympiakos ellen, az Európa Liga csoportkörének második fordulójában. Kedves nézőink, a folytatásban azt is megmutatjuk, hogy milyen eredmények születtek a hétvégén a magyar, illetve a szerb labdarúgó élvonalban, illetve a hazai alacsonyabb rangú labdarúgó ligákban.
A magyar labdarúgó élvonal hétvégi derbién a Ferencváros 6-1-es eredménnyel átgázolt az MTK-n és őrzi első helyét a tabellán, a többi eredmény a következő. Diósgyőr Kecskemét 3-1, Fehérvár Kisvárda ugyancsak 3-1, Debrecen Újpest 1-2, Paks Mezőkövest 2-1 és Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-1. A táblázaton első a Ferencváros 18 ponttal, a második Paksnak 17, a harmadik Diósgyőrnek pedig 16 pontja van. A labdarúgó szuperligában a szabadkai Spartacus 3-0-ra kikapott a Csukaricskitől a Városi Stadionban, a TSC pedig Lucsaniban 1-1-es döntetlent játszott a Mladost együttesével. A többi eredmény a következő: Vojvodina IMT 2-1, Rádnik Jábor 0-1, Zseleznicsár Kragujevácsi Rádnicski 0-2, Crvena Zvezda Nisi Rádnicski 1-0 és Napredák Partizán 0-2. A Vozdovász Novi Pazar mérkőzést ma 19 órától játsszák. A vezetést a 22 pontos Partizán vette át a táblázaton, a második a TSC 20, harmadik a Crvena Zvezda 18 ponttal, a 14 pontos Vojvodina a 6., a 12 pontos Szabadkai Spartakus pedig a 8. helyen áll. A szerbliga vajdasági csoportjában az Adorjáni Tisza 1-0-ás győzelmet aratott Kulán a Hajduk ellen, a Becse pedig szintén 1-0-ra nyert, de hazai pályán a Nagybecskerki Radnicki ellen. A ligát a 18 pontos rumai szlovén vezeti, második az indiai Zseleznicsár 17, harmadik az Adorjáni Tisza, negyedik a Becse 15 ponttal. A vajdasági liga északi csoportjának 8. fordulójában a bajmoki Rádnicski és a Györgyén szomszéd rangadója 2-0-ás bajmoki győzelemmel zárult. A többi eredmény a következő: Szépligeti Hercegovász Újzsedniki Preporod 3-1, Kúriai Mladost Karagyorgyevói Szolunát szintén 3-1, Stapáli Hajduk Csonopjai Szloga 1-1, Ókéri Obilic OFL Verbász 1-2, Zombori Ravángrád Szabadkai Bácska 2-0, Apatrin Mladost Bajsa 0-0 és Petrőci Mladost Bácsföldvári Vojvodina 3-1. A mezőnyt a 22 pontos Szloga vezeti, második az OFK Belvász, harmadik a Rádnicski 17 ponttal. A szabadkai körzeti ligában az Élovas Iszkra 4-2-es győzelmet aratott hajdújáráson a Vinogradár felett. A többi eredménye következő: Bács Feketegy Jadrán Visnyeváci Udárnik 1-4, Iskéri Szutyeszka Adai AFK 7-0, Újsóvé Proletter Nádaljai Napredák 3-1, Sóka Tavankú Cipén 3-1, Szent Tomás Szekhegyi Nyegos 1-1 és Zenta Torzsai Budutnoszt 1-6. A Tomislavci Szerkeresztői Jediszpo mérkőzés 0-0-nál a 68. percben félbeszakadt. A mezőnyt a 20 pontos Iszkra vezeti, a 18 pontos Udárnik, valamint a 16 pontos Tomislavci előtt. A szabadkai városi ligában a Csantavér 2-0-ra nyert nagy fényen a Zsednik ellen. Az 5. forduló többi eredménye a következő: Békova Lokomotíva 2-1, Hajduk Mála Boszna 2-3, Prózivka Szolid 3-0 és Palics Kelebiszka Suma 0-3. Az Elektro Vojvodina szabad volt a hétvégén. Első a Kelebiszka Suma 13 ponttal, második a Csantavér 10, harmadik a Prózivka 9 ponttal. A Tiszamenti ligában a Tornyos otthon kapott ki 4-0-ra Horgos együttesétől, a többi eredménye következő: Vadély Tisza Gyálai Gránicsár 7-0, Magyar Kanizsai Potiszje Tisza Szentmiklósi Szloga 5-4, Podlokányi Hajduk Oromi Sampion 3-3, Szanádi Jádrán Majdani Tromegya 5-0 és Oroszlámosi Szlávia Török Kanizsai Obilic 0-2, a Moholi Bácska szabad volt a hétvégén. A táblázaton első az Obilic 15, második a Bácska, harmadik a Tisza 12-12 ponttal. És a folytatásban is maradunk a labdarúgásnál, igaz, női focira váltunk. A magyar kanizsai TSC is kiválóan kezdte a szezont, 3 győzelem mellett 2 döntetlenjük is van. A legutóbbi fordulóban a Kragujevácsi Rádnicskit sikerült fölülmúlniuk, mutatjuk az összefoglalót. Komolyan bekezdett a magyar kanizsai együttes a Kragujevácsi Rádnicski elleni derbin, és Bózsics góljával már a mérkőzés második percében megszerezték a vezetést. A TSC játékosai ezután sem vettek vissza a tempóból, és futószallagon gyártották a jobbnál jobb helyzeteket. A következő magyar kanizsai találatnak a 36. percben örülhetett a hazai közönség. Gyurgyevác egy precíz lövést követően duplázta meg a TSC előnyét. Ezt követően azonban a vendégek rögtön szépíteni tudtak Miloszávjevics szépségdíjas találatával. A félidőig több gól már nem született. A második játék részben folytatódott a nyílt sisakos küzdelem, ahol mindkét csapatnak megvoltak a helyzetei. A legnagyobb azonban a magyar kanizsaiaknak volt, amikor is egy távoli lövés előbb a felső lécen csattant, majd a kipattanót már védte a kragujevácsi kapus, ezt követően pedig egy újabb kapufa zárta le az akciót. A Rádnicski pedig több akcióból is gólt szerezhetett volna, de végül az egyenlítés nem jött össze, így a TSC 2-1-re nyert, és 5 forduló után továbbra is veretlen a szuperligában. Lehetett volna akár döntetlen is, vagy nyerhettünk is volna nagyobb arányban, viszont örülök annak, hogy a lányok a kapott gól után nem adták fel, és nem estünk vissza, ugyanúgy voltak helyzeteink utána is, úgyhogy akár adhattunk volna több gólt is. A mutatott játékkal és az eredménnyel a TSC-t irányító Vajda Fanyó is elégedett volt.
Egy nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. A Radnicki Kragujevac egy nagyon jó csapat, stabil csapat, sok jó játékossal a keretében. És hát ez a csapat nekünk a felsőházi rájátszásba való jutásra az egyik legnagyobb konkurensünk a Zemuni Szlogával egyetembe. És nagyon örülök, hogy ma meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést. Ugye 2-0-ra vezettünk, utána sikerült nekik szépíteni. Másik fél időben tudtuk, hogy minden erőnket összpontosítani kell, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Volt több helyzetünk, volt a vendégcsapatnak is, de nagyon örülök, hogy sikerült ezt a meccset megnyernünk. A vendégek edzője szerint jó iramú és támadó focit játszott mindkét csapat, amelyben a magyar kanizsaiak jobbnak bizonyultak. Prvo poluvreme smo malo ušli ne onako baš po dogovoru, dosta nekih individualnih grešaka što se tiče nekog pasa, to nam je falilo nam neka mirnoća. Drugo poluvreme, druga slika naše ekipe gdje uglavnom i se predstavljamo kao jedna ekipa koja igra visoki pressing, koja hoće da zadrži posjed. To smo uradili u drugom poluvremenu, nismo iskoristili neke šanse i eto, nažalost, na našu nesreću rezultat je, bodovi su ostali ovdje. A magyar kanizsai csapat célja, hogy a tavalyi szezonhoz hasonlóan ismét dobogós helyen végezzenek a bajnokságban. Tavaly mi harmadik helyet szereztünk meg a Szuperligában, ugye nyári átigazolási időszakban egy picit meggyöngültünk. Nekünk továbbra is az a célunk, hogy akár csak tavaly, az idén is bejussunk a felsőházi rájátszásba, és ott pedig hát ha esélyünk lesz rá, akkor megpróbáljuk megint megcsípni a harmadik helyet. A TSC-re a következő fordulóban nehéz feladat vár, hiszen a bajnoki címvédő Szabadkai Spartacus vendégei lesznek. A műsor folytatásában pedig asztali tenisz, ugyanis a hétvégén elrajtoltak a Szuperliga küzdelmei, a nők és a férfiak mezőnyében egyaránt. Az első tornát Szabadkán tartották, mutatjuk, hogy milyen eredmények születtek. Elrajtolt a férfi és a női asztali tenisz Szuperliga Szerbiában. A bajnokság első részét tornarendszerben bonyolítják le, csak úgy, mint a korábbi években. Ami azt jelenti, hogy a csapatok több mérkőzést játszanak állomásonként. Az első tornát Szabadkán rendezték meg. A férfi mezőn címvédője a Beocsin, céljuk idén is a bajnoki cím. A csapat ennek megfelelően is játszott, ugyanis mindhárom mérkőzésüket megnyerték. Meg azt lehet mondani, az egész torna legfontosabb meccse volt biztosan a belgrádi Partizán, meg ugye mi a Radnicki. Nyilván tudniillik hozzá kell tenni, hogy nekünk azt lehet mondani, a külföldi légiós játékosunk Gionis nem volt itt a sorokban, mivel Lengyelországban is egy csapatnál légióskodik, ezért nem volt ma itt velünk, és azt lehet mondani, hogy a meccs kezdete előtt a Partizán volt az esélyesebb, mert tudniillik az idén ráerősített a tavalyhoz képest, ugye egy kínai, lengyel-kínai van a sorokban, egy orosz válogatott, és azt lehet mondani, hogy szerintem ők is voltak az esélyesek ma, de azt lehet mondani, hogy lehet, hogy bizonyosodott is, hogy már két éve mi a Radnicki a bajnok, ezért tudtunk diadalmaskodni 4-2-re, és azt lehet mondani, hogy szerintem egy nagyon nagy fort tettünk arra, hogy a bajnoki cím ismét be a csimba maradjon. A férfi liga tavalyhoz képest tovább erősödött. Több csapat is új játékosokat igazolt külföldről is. Pető Zoltán, a Temerin játékosa elmondta, céljuk a 8.-9. hely megszerzése. Az első meccset a Szenesz ellen sikerült megnyerni. Nekünk az volt a legfontosabb meccs, mivel ők körülbelül olyan erőt képviselnek, mint mi. A második mérkőzésen kikaptunk a Belcsényi Radnicskitól, aki a bajnok, szóval az reális eredmény. És most játszottunk egy meccset a Banáti Zrenjaninnal. 4-1-re kikaptunk, sokkal szorosabb volt a meccs belülről, mint ahogy az eredmény mutassa, de hozzá kell fűznem, hogy a Belcsényi csapat is szerintem jobb erőt képviselnek, mint mi. Úgyhogy mi elégedettek vagyunk, egyet nyertünk, kettőt vesztettük, folytassuk tovább. A következő tornán játszunk három olyan ellenféle, akit szerintem mind a három mérkőzés 50-50, ott keressük a mi esélyünket a többi győzelemre, és bízunk benne, hogy az a torna jobb lesz. A női mezőnyben a TSC csapata hibátlanul rajtolt, három mérkőzésből három győzelem volt a mérlegük. Ja sam zadovoljna sa celom ekipom, mislim sve devojke sjajno smo odigrali, dali svoj maksimum i pobedili sve od tri meča, tako da baš zadovoljna sam i ponosna na svoju ekipu.
A topolyaiakhoz hasonlóan a csókai csapat is megnyerte mindhárom mérkőzését Szabadkán. A csókai lányok több nehéz pillanatot is megéltek, de a csapategység átlendítette őket a mélypontokon. Igazából büszke vagyok a csapatra, három meccsünk volt, mind a hármat nagyon szoros mérkőzésben nyertük meg, mind három meccsünk 4-3 lett, úgyhogy mindig eljutottunk a párosig, viszont annyira összeszokott a csapatunk tavaly óta, hogy gyakorlatilag így túl tudtunk lendülni az ilyen kisebb bökkenőkön. Mi tudott segíteni az úgymond a mély pontokon? Legfőképp az, hogy tényleg nagyon összeszokottak vagyunk, sokat szoktunk beszélgetni egymással, és amikor valaki meccset játszik, a többiek biztatják, és a szettek között mindig próbálunk egymásnak segíteni, mindenki elmondja, hogy szerintem mit kéne, és igazából ez. 6 év légióskodás után hazatért az osztrák Bundesligából Fenyvesi Anna Zsófia. A játékos a török-kanizsai Obilić csapatát erősíti. Mint mondta, a csapat célja a bennmaradás, de véleménye szerint komoly meglepetéseket is tudnak majd okozni a szezon során, habár Szabadkán mindhárom meccsüket elveszítették. Valójában a csapatunkban nagyon jó játékosok vannak, csak mindenki több ligát is játszik, ezért sajnos nem tud teljes lenni a csapat minden egyes alkalommal. Azt gondolom, hogy ha mindenki itt lenne, akkor rájátszásra is, sőt, még egy döntőre is esélyesek lennénk. Meglátjuk, hogy mit hoz az a fél szezon, hogy ki mennyit tud részt venni, de azt gondolom, hogy olyan az elsődleges cél, de ezen kívül nagy meglepetéseket okozhat még az a léva. A nők mezőnyében ezúttal is a címvédő Novi Sad együttese a bajnoki cím legnagyobb várományosa. Az újvidékiek Szabadkán 3 győzelemmel kezdték a szezont. Műsorunk folytatásában pedig kézilabda. A szabadkai Spartacus együttese az első fordulóban elszenvedett vereségét követően javítani tudott, és hazai pályán legyőzték a bajnok esélyes Ferbásziakat. Ennek a mérkőzésnek az összefoglalója következik. A szabadkaiak kapkodva és szervezetlenül kezdték a találkozót, így a bajnoki címre is esélyes vendégek gyorsan 3-szor is bevették Vojvodics kapuját. Ezt követően lassacskán megnyugodtak a hazaiak, és a 11. percben kiegyenlítették az állást. Néhány perc elteltével pedig Potpara góljával már a Spartacus vezetett 6-5-re. Az elkövetkező 10 percben a csapatok felváltva lőtték a gólokat, majd a félidő hajrájában először jutott 2 gólos előnyhöz a szabadkai csapat, ám a Verbásziak is lőttek egyet az első 30 perc végéig, így a csapatok 13-12-es hazai előnnyel vonultak pihenőre. A második fél órát a vendégek gólja nyitotta, így újra döntetlen mutatott az eredményjelző, majd a második fél időben a szabadkaiaknál beálló Bukvics percei következtek, aki 3-szor is betalált a Verbászi hálóba, így a hazaiak 3 gólos előnyre tettek szert. A vendégek 1 gólra megközelítették ugyan a Spartacust, ám ezt követően a hazaiak védekezésen látványosan feljavult, támadásban pedig 4 gólt lőttek a kék galambok, amire a Verbásziaknak nem volt válaszuk. Az 53. percben a szabadkaiak már 6 góllal is vezettek, mely különbség a mérkőzés végig már nem változott, így a Spartacus 27-21-es győzelemmel megszerezte első pontjait a ligában. A vendégek edzője a mérkőzést követően nem kívánt kamera elé állni, így csak a szabadkaiak stratégiája Slavisa Lákovics értékelt. Momci su zaista večeras pokazali možda i više nego što sam ja očekivao, tako da im od sveg srca čestitam i nadam se da će to biti sve bolje i bolje. Két forduló után a Spartacus 2 ponttal az 5., a Verbász pedig szintén 2 ponttal a 4. helyet foglalja el. A következő fordulóban a Spartacus az eddig 100%-os Lazarevácsi Kolubarához látogat, a Verbász pedig a 3. helyen álló Kikindát látja vendégül. Kedves nézőink, ennyi volt már a Sport Hétfő, köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha valamiről lemaradtak, műsorunkat visszanézhetik a Pannon RTV honlapján, illetve követhetnek minket Facebookon is. További szép napot, a viszontlátásra!